Szép jó estét minden temeríninek, idehaza és a nagyvilágban, családjainknak, barátainknak, minden jó szándékú embernek. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és mindazokat, akik online kapcsolódnak be határon innen és túlról a Juventus énekkar karácsonyi zenés áhítatába. Hagyományossá vált, hogy az utóbbi években a kórus karácsonyi hangversennyel kedveskedik a közönségnek, a híveknek. Idén is arra hívjuk Önöket, hogy hangoljunk együtt lélekben Jézus születésére. Kezdésnek Pintér Béla Gyere el a jászolhoz című énekét hallottuk, most pedig felkérem Szőlősi Tibor atyát, mondja el köszöntő szavait. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki az egész környékről, nem csak Temerinből, hanem több helységből ide érkezett, és akik határon innen és túl követnek bennünket a YouTube csatornán keresztül. Egy gyönyörű zsoltár illik most ide, azt mondja a 32. zsoltár, dicsérjétek Istent citerával, 10 húrú hárfán zenéljetek neki. Előtte új dalt énekeljetek, daloljatok neki szép öröm éneket zengve. Kedves jelenlévők, nagyon nagy öröm számunkra, hogy ez a koncert nem egy más teremben van, hanem egy ilyen szentségi jelenléttel körül itatott falak között, mert a gyönyörű fényben pompázó templomban, amikor nem csak az ének hat-hat ránk, hanem ez a szent tér, amely körülvesz bennünket. Amikor halljuk ezt a zsoltárt, azt mondja, hogy dicsérjétek Istent, az énekünkkel elsődlegesen az Isten dicsérjük ebben a szent térben, hogy már hallottuk az első énekben, és azt mondja a zsoltáros, hogy új dallal, öröm éneket zengve. Ez a szívnek az éneke. Amikor a szív énekel, azt megérteni és szavakba formálni nem lehet, mert az felülmúlja az értelmünket is. Ha egy munkás például örül, és örömében dolgozva énekel, akkor valahogy már nem is a szavak lesznek a fontosak, amit énekel, hanem halljuk az énekéből azt az öröm hangját. Ezt mondja a zsoltáros, hogy új dalt énekeljetek, szép öröm éneket zengve. Ha örömmel éneklünk, akkor valami olyas valamit tudunk átadni, amit nem lehet szavakkal kifejezni. Ha újongással éneklünk, akkor át tudjuk adni azt a láthatatlan és megfoghatatlan Isten örömét és békéjét. Ezt kívánom a fellépőknek, ezt az újongó örömet, ezt az új dalt, a megújult szívnek az újongó öröm énekét. Mert ha így, ilyen örömmel énekelünk, akkor a szavakon túl át tudjuk adni a láthatatlan Isten közelségét és szépségét. A hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy örömmel hallgassuk, nyitott szívvel. Mert ha örömmel hallgatjuk ezeket a gyönyörű énekeket, akkor a mi szívünk be tudja fogadni azt a szavakon túl láthatatlan, megérinthetetlen Istent, aki közel jött hozzánk. Ezekkel a gondolatokkal lehetünk itt jelen az Isten házában, nyitott szívvel, örömmel, újongó ének. Köszönjük Tibor atyának kedves és biztató gondolatait. Pozdravljam sve ovde prisutne i one koje nas prate preko online prenosa. Hvala što su izdvojili vremena da nam se pridruže u ovoj prazničnoj atmosferi na božićni koncert hora Juventus. A pre njihovog nastupa ćemo pozdraviti hor iz Bečeja, Skola Cantorum, koji će također izvesti nekoliko već poznate, a i manje znane božićne pesme. 1996-ot írunk, amikor dr. Rokai Zoltán atya, az Ubecsei Szűz Mária mennybevétele templom akkori plébánosa,
a Millet centenáriumi jubileumi évre készülve kéri fel Stefaniga Otiliát, hogy álljon élére az ügynek, szervezzen az ünnephez méltó kórust, s ne csak kórust, hanem éneklő közösséget. Olyan személyeket szólítson meg, a mise után a kapuban, a templomból hazamenet, s ha úgy alakul, akkor akár a kocsmában, akik az egyházközséghez tartoznak, s akik a Jóistent együtt dicsőítik velük. Ekként kezdődik az Óbecsei Schola Cantorum, az Óbecsei Éneklő Iskola énekkar története. Ez a több mint negyed századnyi időszak pedig tanúbizonyság és tanúságtevés az ének és a közös éneklés, valamint a csodálatos összefogás hitének erejéről, amelyet a húsvéti szekvenciák és a karácsonyi gyermekmiség fognak közre. A csilingelő gyermekzsiva és a megannyi mise szolgálat, emlékünnepségek és emléknapok zenei szolgálata, lemezek, körutak, átimádkozott és áténekelt évek. Ők a mai hangverseny vendégkórusa, akik műsoruk első részében adventi, a második részében pedig karácsonyi énekeket adnak elő. Többek között Johann Sebastian Bachtól, Mihály Pretoriustól, Bárdos Lajostól, Kerscs Ferenctől és más szerzők műveivel is készültek. Karvezető Stefaniga Otilia. Köszöntsük őket nagy tapssal! Dicsőség szálljon a mennybe, és a béke minden ember szívébe. Mert csak így hozhatja meg a gyermek Jézus, születésével az áhítva vált békességet a világban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Erre a várakozásra, karácsonyvárás hangulatának emelésére érkeztünk ide Óbecséről. Annak reményében készülődtünk, hogy az ének és muzsika hangján sikerül szívükbe varázsolni az adventi várakozás és a karácsonyi készülődés meghitt örömét. Josip Jurátovics, mi Missus Véni című szerzeményével nyitjuk meg karácsonyváró áhítatunkat, melyet a Szabadkán élő és működő egyházzenei tanár, Monsignor Miós József pápai prelátus dolgozott át vegyes karra. Az új szövetség ideje nem csak Jézus első eljövetelére, az ő születésének megünneplésére akar bennünket előkészíteni, hanem gondolatainkat Jézus Krisztus második eljövetelére is irányítja. Mihály Pretorius, Jaj népek megváltója kezdetű művében Jézust, mint a pokol győzedelmesét emeli ki. Jesus,
kórusunk 1996-ban kezdte meg működését az Óbecsei Nagyboldogasszony plébánia templomban. Az énekkar létrejöttét dr. Rókai Zoltán professzor úrnak, volt plébánusának köszöni. A 25 fős vegyes kar tagjai helybéliek, akik énekükkel egy-egy kórusvetétel teszik ünnepélyesebbé a vasár és ünnepnapi szentmiséket. Szívesen teszünk eleget világi felkéréseknek is, így nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseken rendszeresen részt veszünk. Célunk az egyházi zene népszerűsítése, a lélek felemelkedése, a nemzeti kultúránk ápolása, megőrzése, és nem utolsó sorban a kórus éneklés varázsának átadása. Gyermekek is kiegészítik kórusunkat, és így már együtt is koncertezünk. Ők ma este nem jöttek velünk, mert már a karácsonyi hajnali misére készülődnek, kis hangszereiken gyakorolván legszebb karácsonyi énekeinket, melyekkel a karácsonyi reggeli mise egyházzenei szolgálatát teljesítik. Johann Sebastian Bach tündöklő hajnali csillagkórus műve csendül fel, melyben hegedűn közreműködik Stefanika Csaba. Izajás próféta Jessze törzsének újhajtásáról beszél. Jessze Dávid király apja. Dávid családjából születik a megváltó. Új hajtás lesz ez, egy újszülött. Halljuk Mihályt Pretorius egy zsenge rózsatőről című művében. Thank you.
bencések dallamaiból, a Puernatus kezdetű szerzeményt énekli a kórus, Demény Dezső kórusra ír feldolgozásában. Majd bölcső dalok következnek, Bárdos Lajos valamennyiünk számára kedves szerzeménye, melyben hegedűn közreműködik Stefaniga Viola és Stefaniga Csaba. Schubiger Resonetin Laudibus dalát a lányok szólaltatják meg. Majd a gondtalan gyermeki álmokat ringató ének csendül fel. Nyugodj kisded! Diligenter frekventált a miskoláim egykoron. Szekundába ponált mégis, sokszor már professzorom. A poézisból is ebbe estem, interália. Abszurdum pedig, de nagy, hogy ennek kelljen állnia. El sem obliviszkálnak, mert ha okasszióm akadt, kutyáli terén festált, amely jó dominuszokat. Egynek pláne, no de minthogy szerelem história, talán jobb lesz színérterum szubróza maradnia. Csak denikve mi közöttünk színefine folyt a per, s konzílium abeundi lett a vége breviter. Ergo mentem, és vagáltam a hazámban szanaszét, verte tandem a bal combom, kart, azaz, hogy panganét. Petőfi Sándor Deákpályán című egy veleg verse, ismerős valamennyiünk számára. Az indulci jubiló kezdetű kedves karácsonyi ének is hasonló egyveleg jellegű, melynek vegyeskari változatát Sík Sándor szövegében tolmácsoljuk. Oh.
Aul hic est ad soli Deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség, és Kers Ferenc Angelus Pastoribus énekeivel köszönünk el, és köszönjük meg, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Mindezt annak reményében, hogy jelenlétünk valamennyiünkben nemes szándékot, nemes elhatározásukat ébresztett. Köszönjük Tibor atyának, hogy itt lehettük táblomukban, és Csernyák Zsuzsanna által az egész temeréni kórusnak. Kívánjuk, hogy áldásos lelkülettel eltelve énekeljünk majd együtt karácsony szentélyelén. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön minden jó akaratú embernek. Gloria, soli Deo gloria, gloria, gloria.
Nagyon szépen köszönjük az Óbecsei Szkóla Kantórum kórusnak, hogy elfogadták a meghívást és összeállításukkal még ünnepélyesebbé tették a mai napot. Most pedig, mielőtt még a Juventust köszöntenénk, hallgassuk meg Tóth Dianna szavalatát, aki Ady Endrétől a Karácsony című versét adja elő zenés kísérettel, Víg Lóránt gitáron, valamint a Juventus kórus férfi tagjainak közreműködésével. Ady Endre. Karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a Messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn, a nagyisten szent kegyelme súgna, szállna az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás. Nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna.
igazi boldogság szállna a világra. Köszönjük Tóth Diannának. Most pedig a Juventus énekkar műsora következik, felcsendül néhány már ismert karácsonyi ének, de újakkal is készültek. A Juventus énekkart 1996-ban alapították amatőr énekelni szerető fiatalok. A névadó megboldogult Szundyi László főesperes plébános volt, ezzel is szimbolizálva, hogy a kórust fiatalok alkotják. Eddig 100 fiatal volt tagja a kórusnak. A kórus éneklés és a zene szeretete a kapocs közöttük. A repertoárukban egyházi és világi komoly zenei művek szerepelnek, de népdalfeldolgozásokat és könnyű zenét is szívesen énekelnek. Rendszeresen fellépnek helyi rendezvényeken, több ízben szerepeltek Budakeszin és Mórahalmon, de koncerteztek már Esztergomban, Szabadkán, Újvidéken, Szegeden, és két erdélyi koncertkörutat is maguk mögött tudnak. Minden második évben vajdasági magyar szórványtelepüléseken turnéznak, olyan helyekre viszik el a kórus muzsikát, ahol nagyon ritkán, vagy soha nem volt hasonló koncert. 2014-ben és idén is a vajdasági magyar kórusok találkozójának voltak házigazdái. A Juventus kórus első hanghordozója 2013. decemberében jelent meg Karácsony címmel, melyen magyar és európai népek karácsonyi dalai hangzanak el. A jelenlegi karnagy Csernyák Zsuzsanna. A kórus 25 lelkes tagot számlál, akik 15-től 45 évesek. Az éneklés szeretete hozta össze őket, immáron több mint két évtizede énekelnek együtt. Fontosnak tartják a kórus éneklés ápolását, mert közösségépítő ereje van. Ma először Rakoványi Teodózius karácsonyi énekét, majd Mihály Pretorius Szép hajnal csillag című művét hallhatjuk, de Demény Dezsőtől az Aranyszájú angyal és Ernest Cervera Betlehem éjjelén műve is a mai repertoárjukon szerepel, továbbá Halmos Lászlótól a Szülte a szűz szent fiát, és Szokolai Sándortól Ima a hazáért, nem mellesleg az énekkar tagjai ezzel az énekkel fejezik ki, azaz tolmácsolják jó kívánságaikat a jövő évre. Végül pedig Pintér Bélának a Csodavár című szerzeménye is felcsendül. Fogadjuk őket szeretettel!
Ezzel a mai hangversenyünk végére értünk. Köszönjük Temerin községnek, valamint a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatását. És nem utolsó sorban mindazoknak, akik időt szántak és eljöttek ma Advent 4. vasárnapján, hogy együtt idézzük fel az ünnepek meghittségét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, mindenkinek áldott és békés karácsonyt kívánunk! Gyertek egy közös képre. Még egyszer lássam.